A gyerekeket szólította meg a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának bűnmegelőzési részlege nyári kampányával, melynek helyszínéül a Brigéció gyógyfürdő strandját választották tudatosan. Ma emlékezünk meg a világszerte sok helyen hasonlóképpen megtartott kábítószerellenes világnapról. Milyen programokkal várták itt a Brigéció gyógyfürdőben a gyerekeket a nyári szünidőhöz teljesen aktualizált helyszínen a strandon? Olyan játékokkal és feladatokkal települtünk ki, amelyek érdekesek, szabadidős tevékenységet jelentenek, tehát semmi tanulás, semmi tudományos dolgok nem kerülnek elő, hanem játékos formában, interaktív formában próbáljuk meg a drogmegelőzés és a baleset megelőzési információkat átadni, tehát láthatnak és találkozhatnak a gyerekek kidobós játékkal, célba dobós játékkal, pontosabban szivacskirakóink vannak, teszteket hoztunk, tehát ilyen érdekes játékos feleletválasztós teszteket. Készültünk részek szemüveggel, ügyességi pályával egybe kombinálva, és ha esetleg a felnőttek kíséretével érkeznek, akkor a felnőtteknek szóló kiadványokkal és tesztekkel is készültünk. Az akcióhoz a baleset megelőzéssel foglalkozó munkatársaik is csatlakoztak azért, hogy a nyári időszakban fokozottabban előkerülő veszélyekre felhívják a gyakran szülői felügyelet nélkül az utcán, közterületen vagy akár a strandokon tartózkodó gyerekek figyelmét. Ez a téma egyébként nem csak a nyári szünetben, iskolai szünetekben, hanem a szorgalmi időszak alatt is mindig aktuális, de természetesen a nyári időszakban még hangsúlyosabbá válik a drogkérdés, droghasználat, hiszen nagyon sok gyerek szabadidővel rendelkezik, sokan közülük egyedül töltik az idejük egy részét, és hát valljuk meg őszintén, hogy hamar belekeveredhetnek kortárs csoport hatására, vagy a kíváncsiság hatására, akár legális, akár illegális anyagoknak a kipróbálására. Ezért szeretnénk felhívni és nyomatékosítani mindig a droghasználat elkerülésének a fontosságát. A kábítószer ellenes akció során kiderült, a gyerekek sokat tudnak a témákról, de gyakran nem teljesen valós tartalommal. Az a tapasztalatunk egyébként, hogy a gyerekek viszonylag sok tudással bírnak, de ezt a tudást, ezeket az információkat pontosítani majdnem minden esetben kell. Tehát azért fals információk is vannak a fejekben, de egyébként sok mindent tudnak ezekről a dolgokról is, már egész kicsi gyerekek, hiszen találkoznak az anyaghasználattal, és mi mindig úgy próbáljuk a beszélgetést, meg a játékos feladatokat irányítani, hogy pontosítani tudjuk ezeket az infókat, az elrettentés elkerülésével, hanem inkább egy pontos információ átadásával erősítjük a prevenciót. Érdekesség, hogy az akcióban használt szemléltető eszközök és játékos kellékek egy része a megyei rendőrfőkapitányság ötlete nyomán készült.